Sziasztok! Ma feltöltöm a Totálból Róma 2 kívásos végigjátszásomat Numidiával. És itt maradt abból, hogy megtámadtam ezt az Apuliai sereget, és ugye le kéne győzni őket. Plusz ugye Spártát kell visszaszorítani, akik jó néhány területemet elfoglalták. Na jó, előre a lovassággal. Ha minden igaz, akkor jön ugye az ellenség. Az egységeik azok jók amúgy, de... annyira nem lesz nehéz legyőzni őket. Oké, rá is kéne menni az ellenséges tábornokra, és ugye... ha ő halott, utána már az egységek is gyorsabban feladják. Főleg ugye a barbárok. Az igen. Az durva. Dark nehéz előcsatározók, mi? Oh, van the fear. Oké, amúgy az nem morált visz le, hanem ugye a képességet később tudják használni, de hát az... az nem olyan... valójában nem olyan jó képesség. Oké, az ellenséges sereg összeomlik. Ez egy nagyon gyors mészárlás volt. Jó,
És ha minden igaz, akkor teljes megsemmisülés. Rendben, irány Akink ellen. Ezzel a sereggel irány erre. És kéne építkezni egy kicsit. Nem a főépületeket fejlesztem, hanem azokat az épületeket, amik ugye technológia fejlesztést, gyorsabb fejlesztést biztosítanak. Öt kör múlva ugye még jobban, vagy még gyorsabban tudom fejleszteni. 5%-kal, ugye? Igen. Mindegyik épület még extra 5% technológia fejlesztést ad. Rendben, nagyon jó. Itt van ugye ez a csapat, meg ez a csapat, ezeket el kéne intézzem. Ezzel a sereggel lehet sikerül, vagy a másikkal, és utána, hogyha ezeknek vége, akkor ezzel a sereggel irány északra. És itt ugye pedig remélem, hogy a britonok kikötnek, az nagyon jó lenne amúgy. Már nem is, hogy kikötnek, hanem megtámadják a flottámat. Spárta amúgy van esély rá, hogy megtámad. Várjunk, ez a sereg rámehet Pergamonra. Az gáz lenne. Csináljuk úgy, hogy ostrom alá veszem Nikomédiát. Oké, a sereg amúgy az nem olyan erős, ez egy ilyen gyenge perioikói hoplita sereg. Rendben. Transport, ugye? Oké, a flottájuk az valójában elég erős, ám bár van egy ötletem. Próbáljunk egy rajtaütést. Ha elveszik a várost, nem probléma. Visszavesszük. Ugyanez a helyzet Tanaisszal is, szóval itt nem építkezem akkor. Valahogy ugye azokat a seregeket el kell kapjam. Oké, legyen egy körváltás. Oké, jönnek is. Oké, Tanaiszt azt nem támadták, és Pontusnak nincs élelme. Tökéletes.
Oké, jönnek az Icenik. Várjunk, milyen... Oceanus Britannicus. Várjunk, ha van Garrison Army, akkor... Fene tudja, hogy hol fogunk harcolni, de ki fog derülni. Oké, ugye tengeren, ami jó. A fenébe. Ott jön az erősítés. Elsüllyesztjük azokat a transportokat, utána pedig ráfordulunk a izére. Az ellenséges hajókra, ugye ami erősítésként jön. Süllyed a hajó, de még dobálnak. Oké, az durva. Ó, most már vízben vannak. A végsőkig harcoltak ugye, ameddig csak lehetett. Oké, lassan végük van. Kicsit előre a hajókkal, mert hamarosan amúgy is megtörik az ellenség. Oké, még van egyetlen hajójuk. És győztünk. A gond az ugye, hogy a seregek azok nem támadtak. Directions? Ó, mégis jönnek. Oké. Okay. Igen, ugye lehet kicsit trükközni az AI-jal, ugye, hogy... ő tudja jól, ugye, hogy győzni fog, mármint automatikázás, ugye neki adja az előnyt, de ha lejátszuk a csatát, ugye akkor csúnyán vereséget szenvednek. Várjuk, ezek állnak egy helyben? Vagy mi a fene? Vagy tényleg ennyire lassúak? Oké, egy ideig álltak egy helyben, de most már jönnek. Oké, itt jelenleg csak ugye annyit kell csináljak, hogy melléklik, klikk az ellenségre, melléklik, klikk az ellenségre, az kész. Ugye, hogy mindig frissüljön a támadási parancs, mert hanem ugye csak egyből ráklikkelek az ellenségre, akkor a hajók nem is fordulnak rá az ellenségre, és csak állnak egy helyben.
Sajnos. Hát ez nagyjából ennyi volt. Egy teljes sereg süllyedt a vízbe. Oké, esetleg egy másik sereg? Igen, nem, nem, igen, nem, oké. Spárta békét akar, de szó sem lehet róla, sőt, Spárta lángolni fog. Ah, francba lefizettek egy egységet. Ááá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 
Nem támadtak meg amúgy. Oké, ezek a technológiák itt ugye megvannak. Kéne a... Atya úristen, egy gazdasági technológiám sincs. Wow, hoppá. Na jó, az mondjuk gáz. Ó, oké, meghalt a Maselszili családfő, így kaptam... Thirst for power és xenophobia, ez is. A mogul az mi amúgy? Plusz 2 loyalty for every... Ah, oké, ugye, ami provincia, 5000-nek, 5000 úgymond a gazdasága a provinciának, vagy brings more than... igen, több mint 5000 dénár bevételt ad, plusz 2 lojalitás, szóval jók vagyunk, mert ugye sok olyan provincián van. Oké, kéne még gather support. Körönként egyszer kéne használni, ugye fel kell nyomjam 65%-ra és átállok birodalomra. Ah, ugyan már. Remember the plan. Úgy vagyok vele, hogyha rajta is ütnek a seregemen, akkor se veszítenénk szerintem. Oh, oké, itt a seregük amúgy. Oké, Jader pedig pont, hogy át lett építve, úgy ez a sereg ugye nem még, már nem tud besétálni csak úgy a városba. Oh, hello, balbálok. Nem érem el! Persze, hogy nem érem el, hogy is érném? Persze, hogy elszúrtad. Hát én kérek elnézést. Oké, ez a város az enyém. Várjunk. Mi kell ide? 2, 4, 6, 8... 10, 2, 4, 6, 8, 9. A fenébe, nekem lovas előcsatározó kell, ami ugye...
Ami más épület. Akkor le kell romboljam. Még most sem fedeztem fel a Dumnonikat, vagy Dumnoniai, vagy mi az. Oké, itt van egy transportsereg plusz a flotta. Le fog kelleni játszom azt a csatát. És azt a csatát is. És még ezt a csatát is, te jó ég. Itt mit veszítettem? Lovast, gyalogost, ugye? 2, 4, 6, 8, 9, igen. Oké, okay, most már Pergamon át lett építve. Noszosz támadja Epesuszt. Rendben. De most már meg vagyok a sereggel, szóval előre. Jó. Rendben, kezdjük akkor a Spárta elleni harccal. Spártai pikások, spártai hopliták, ugye a gyalogság. Esélyük sincs valójában, csak még nem tudják. Nem tudják, de valójában már halottak. Nem is törődik az AI lovasaimmal. Oké, rá kéne menni az ellenséges tábornokra. Royal Spartans. Szép. Ott van egy csapat spártai hoplita. Bakker, kész mészárlás.
Kemények a spártaiak amúgy, de legyőzzük őket. Csak úgy hullanak a spártaiak. Ups, azokat ott hátba támadják. Oké, amúgy army loss az. Úgy hallottam ugye, hogy a spártaiak rendkívül erős közelharcosok. Hát... mi könnyedén lelőjük őket.
egy spártai seregnek ugye vége. Itt van ugye még egy, ám bár ebben már nincsenek olyan jó egységek, és ugye ebben sem. Rendben, győzzük le az itt lévőket. Várjunk! Itt szoktak kikötni, ha minden igaz. Várjunk, van egy ballisztás hajó is. Az ugye elkezd lőni, ha minden igaz. Plusz ugye tengerről jön az erősítés, de hogyha... Ah, van lovas, igen. De hogyha van ugye lovas erősítés, akkor az pont, hogy itt jön. Amúgy néha nem igazán vágom, miért menekülök én a izé elől, a lovasaik elől, valójában verjük őket közelharcban, hát... Numidiai nemesség az, az nagyon jó. Szerintem sokan meghaltak, de... Vagyis ugye sokan meghaltak a lovasokból, de szerintem inkább a baráti tűz miatt. Ja, közelhazban is ugye mészárolják őket a numidiai nemesek. A Tureos lándzsások egy kicsit ugye még kitartanak. Oké, ugye azok az egységek ott lőnek sajnos.
Rendben, még ugye van három flottás hajó és a transportok. Azok ellen bevetem már a izét, ugye a gyalogságot, mivel a flottás hajók ellen elég volt könnyedén ugye a lovasság, mivel a létszámuk az nagyon kicsi. De már a transportok ugye az rendes nagy létszámmal rendelkezik. Várjunk, ezek nem akarnak kikötni, vagy megvárják, még kikötnek a transportok. Amúgy három egység ide, mert három egység itt fog kikötni. Gyorsan szedjétek a lábatokat. Vagy lábaitokat. Oké, okay, az a balliszta csak lő. Azt hiszem az a hajó bebugolt. Á, nem, mégse. Valahogy az AI nem törődött azzal ugye, hogy a paritjásokat elkapom a... ...ézi a kohorszal. Lemészárolják őket. Itt valahol még kell legyen egy egység amúgy. Á, igen, ott van még egy csapat hopolite. Igen, ugye ezeket a pikásokat kell bekeríteni. Oké, azt hiszem, hogy army loss ez.
milyen jól meg van csinálva, amúgy nem az embereket veszik célba, hanem csak lőnek a hajó közepére, az kész. Istenem, hogy a fenébe lehet ez a játék ennyire szarul megcsinálva, de őszintén, hogy a fenébe? Hogy? azért tényleg egyszerűen, ha akarták volna, szerintem akkor se lenne ennyire rossz. Hello? Oké, okay, azt hiszem kiköt az AI. Igen. Rendben. Hát már az az egység, ha lejön a hajókról, meg fog törni szerintem. Amúgy nagyon könnyedén lemészároltuk őket. Oké, okay, ezt csak le kell romboljam, ugye, hogy legyen némi városi őrség. Tanaisnál, ha lesz három flotta... Vagy legyen csak kettő. Mert ugye még a városi flotta is ott van. Szerintem le tudjuk nyomni őket. Legyen még egy kis gather support. Már 49%-on vagyok. Rendben, melyik sereg nem lépett? Oké, okay. Amúgy még van egy csata, amit le kell játszanom, ugye Samandárnál. Oké, okay, szerintem valami nem jó az AI-jal, mert ugye ez egy lovas nép, szóval nekik a legeslegjobb ugye nyílt terepen harcolni, erre a lovas nép AI nem támad ki. Mondjuk meg lehet, hogy most fog kitámadni. Na hát csináljuk úgy, hogy így ide az egységek, meg ide. És előre. Ha kijönnek, akkor ugye itt, ide beszorítjuk őket. Ha kijönnek ugye, ha nem, akkor teljesen bekerítjük a várost, és utána támadok. De én úgy látom, hogy nem jönnek ki. Oké, okay, kerítsük be az ellenséges várost. Van egy csomó noble lancer.
Itt egy kicsit mészárolnak, hiába vannak tesztudóban. Ujjjj, az az egység, az kapja rendesen. Lassan, de áttörnek ugye azokon a izéken, mi ez már, lancereken. Ó, hadvezér vissza! Persze, az AI pont azt lövi. Oké, az ellenséges tábornok halt meg, nem az enyém. Azt hiszem lassan army loss ez. Na, mondjuk még vannak izék, Nobo Horse Archerök, ami ugye egész jó erőviszonyt ad. Így valójában jobb, hogyha ugye néhány egységet visszahívok, és ugye lövik az ellenséget. Ha azt kapott egy dárdát a fejébe. Oké, okay, jó volt amúgy. És a város újra a miénk. Rendben, ugye sikerült legyőzni a spártaiakat, Pontuszt, Roxolánok ezek? Igen, Roxolánok. Rendben, ezzel a sereggel léptem.
6 kör, és tudom képezni ugye az hajós numidiai gyalogságot, és ugye itt pedig megindulok Nososz ellen. Na jó, legyen az, hogy körváltás, és zárom a videót. Á, várjunk, néhányan szintet léptek. Rendben, ez ugye a két admirális és a városi flotta egy fullos transport sereg ellen. Van esély legyőzni őket, de nem valami sok. De ez mondjuk már a következő részben lesz. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!